Ki hallott már a romboló kritikáról? Nem sokan. Barátok, vagy többiek nem? Nem is tapasztaltátok? Senki nem hallott róla. Nem. Biztos vagyok benne, hogy nagyon jól ismeritek. Tudjátok, hogy miről beszélek. Ez olyan, mint a konstruktív kritika, amitől épülünk, csak ellentétes előjellel. Vagyis nem épülünk, hanem leépülünk általa. Hadd definiáljam gyorsan a romboló kritikát. Én három aspektusát szeretném megnevezni. Az egyik, hogy te annak érzed. A másik, hogy a kritikus annak szánja. A harmadik pedig, nincs benne konstruktivitás, nincs benne építés, nincs benne megoldás. A konstruktív kritikának gyökeres ellentéte a romboló kritika. Biztos, hogy mindenki találkozott már vele. Miért kapsz romboló kritikát? Ez egy jó kérdés. Azért, gyakran azért, mert ahhoz a kisebbséghez tartozol, mondhatni etnikumhoz, akik rendelkeznek saját személyes célokkal. És kiktől kaphatod a romboló kritikát? Azoktól, a többségtől, akiknek nincsenek céljai. Bár a mai nem egy célkitűző tréning, ennek ellenére a célokhoz mindig visszatekintünk. Tehát mindig rátekintünk arra, hogy a célkitűzésnek mi a szerepe. És a romboló kritikát nem tudjuk elválasztani a célkitűzéstől. Pontosan azért nem, mert aki adja, annak általában nincsenek céljai. Ez egy nagyon széles körű megfigyelése. Miért van ez? Hogy jön ez ide? Nagyon egyszerű. Aki rendelkezik célokkal, ő az önállóságra törekszik. Igaz? Saját döntései vannak. Vannak céljai, van egy irány, ami felé szeretne haladni. Akinek pedig nincs, ő a többség. Most ide sorolom azokat is, akik azt tűzik ki célul, hogy boldog szeretnék lenni. Ugye tudjátok, miről beszélek. Mert a boldogság, mint állapot nem tűzhetünk célként, csak mellékhatásként, következményként élvezhető. Tehát a többség, ő beletartozik egy olyan bugyorba, amely igen-igen kiszolgáltatott. Vagyis nem ő irányít. És azok az emberek, akik nem irányítanak, igen sok negatív érzelemmel rendelkeznek, amely által föl kell bennük a vádaskodás és a kritika azok felé, akiknek jól megy. Na most a jól megy, az egy olyan fogalom, hogy legalább önálló, legalább ő maga dönt a saját életéről. Ez még nem jelent semmit kívülálló szemében, de a belső tapasztaló szemében annál többet. Na nézzük meg, hogy ki az, aki kapja. Mert fontos, hogy majd megvizsgáljuk azt a szemét is, aki adja, de először vonuljunk vissza, nézzünk befelé. És ha megfigyeled, hogy az, aki te vagy, az miből áll, erről nagyon sokat szoktunk beszélni, akkor felfedezheted, hogy ez az önazonosság, akit te magadnak gondolsz, az több rétű, sok összetevője van. Az egyik legfontosabb az a testünk. Ezzel nagyon gyorsan és könnyen azonosulunk, hiszen van. Itt van, jelen van. Oké, ha a kritika éri a testünket, az bennünket bánt. Túl vékony, túl kövér, túl ilyen, túl olyan, ezt mi rögtön magunkévá tesszük, ezt a kritikát, és ez szerint járunk el érzelmi szinten. Lehet, hogy nem akarjuk, de így történik. Miből állunk még? Nézzük meg. Vannak gondolataink, tehát a tudati tényezők, mentális struktúrák, gondolkodási módok, ahogyan eljárunk bizonyos helyzetekben. Mindez, ami a mi részünk, ami a mi létmódunkat meghatározza, az hozzá tartozik az önazonosságunkhoz. De van valami, ami még ezen is túlmegy. És nézzük meg a külsőbb burkokat, ha lehet így fogalmazni. Ami már nem a konkrét testünk és a tudatunk, tehát nem a mi lényünk része. Ez például a vagyonunk, a különböző eszközeink. Vannak
számítógépeink, vannak ilyen hangrögzítőink. Nekem tollam van, imádom ezt a tollat. Annyira jól lehet vele írni, hogy imádom, ez az én tollam. Ki az én? Én. Aki birtokolja ezt a tollat, az önazonosságom része. Tovább megyek, mert ezeket én birtoklom, tehát nem veheti el tőlem senki. De nagyon érdekes az ego játéka, hogy mindent bekebelez, hogy minden magáévá tesz, és ez rendkívül falánk, magáévá teszi például ezt a közönséget. Ez az én közönségem. Azok az én barátaim, sőt, azok az én ellenségeim. Érzitek ezt a kis finom hovatartozást? Mert ha azt gondoljuk, hogy az én barátom, az valaki más, másé, nem, az az enyém. Én vagyok az, aki birtokolja a magam szemszögéből azt a szemét, akit én a barátomnak érzek. És ugyanígy jelenségeket beazonosítunk saját magunknak. Például filozófiai rendszereket. Ha valaki egy vallást követ, vallást gyakorol, akkor az az ő vallása. Ha valaki egy bizonyos nézet szerint gondolkodik, egy bizonyos pártba tartozik, és azokat az elveket vallja, amiket ott meghatároztak, és ezzel ő azonosul, azonosul. Az önazonosságának a része lesz rögtön. Tehát felfedezhetjük rögtön ezt a mozdulatot saját magunkban, hogy magunkévá tesszük. Ha elmegyek moziba, megnézem a filmet, az a film nekem tetszett. Azt mondom, az az én kedvenc filmem. Hoppá, már a film is az enyém. És így rögtön bekebelezzem az egész világot. Az ego így hízik. Bizony. Nem akarok most túlságosan filozófikus lenni, mert ez ma nem célom. De fontos tudni, hogy ami fölépül, ami fölépíthető, az lerombolható is egyben. És itt a probléma. Mert a kritika, a romboló kritika, amely ugye megfelelő aspektusokkal rendelkezik, ha az megtámadja azt, ami az enyém, ami az én önazonosságomhoz tartozik, és ez lehet akár az én kis tollacskám, lehet a testem, lehet a gondolatom, de lehet a barátom, rögtön sértésként veszem, és mi a reakcióm? Ego szemszögéből, az önazonosságom szemszögéből az, hogy meg akarom védeni. És hogyan? Na erről még lesz szó. Például visszacsapok egyet. Nagyon fontos tudni, hogy és ez egy kitétel, az önazonosságunkat ért támadás sokkal fájdalmasabb, mint az épülésének az öröme. Ez elfogadható? Tehát az önazonosságunkat, ami meghatározza, az a sok minden, amit az előbb elmondtam példaként, azt ért támadás sokkal fájdalmasabb, mint az épülésének, az önazonosságunk épülésének az öröme. Ezért van az, hogyha valaki kap 10 dicséretet, és egy negatív kritikát, akkor arra fog emlékezni. Örülni fog annak, hogy mindenki megdicsérte, de csak egy, legyen csak egyetlen egy, aki azt mondja, hogy te nem érsz semmit. Mi ez, amit te itt csinálsz? Nagy nulla. Önazonosságot szempontjából összetörsz. Ez olyan, mint amikor egy lakást kitakarítunk, minden csillog-villog benne, minden tökéletesen tiszta, és egy kicsi kis légpiszok ott van az ablakon. Azt fogjuk látni, arra fogunk emlékezni, az fog bennünket bántani, amíg el nem takarítjuk onnan. Csak egy egyszerű példa. Rengeteg, több ezer visszajelzést kapok az internetnek hála a weboldalon keresztül, hogy milyen szuper az, amit itt mi csinálunk, nagyon jó, szóval nagyon erős méltatásban van részem, bevallom őszintén. Ennek én nagyon örülök, és nagyon hálás vagyok, és köszönöm szépen, aki ezt mind elküldi nekem. Csodálatos élmény, valóban csodálatos élmény. Nagyon kell vigyázni, hogy az ember ne legyen ettől öntelt, és ne váljon arrogánssá. De néha becsúszik évente egy-két alkalommal, én büszke vagyok erre a statisztikára, egy-két alkalommal egy kis légypiszok. Ez hülyeség. Ez úgy hülyeség, ahogy van. Szerintem én titeket foglak arra ráküldeni, aki ilyet mer mondani. De most a viccet félretéve. Nyilván ezek anonim
név nélküli, jelentéktelen visszajelzések, de mégis a hasznunkra válnak. Miért? Folytassuk ezzel, mert ugye aki adja, meg kell vizsgálnunk azt a szemét is. Ki az, aki adja? Na most, akivel mi kapcsolatban vagyunk, akitől kapjuk a kritikát, az olyan mértékben hat ránk, amilyen mértékű, amilyen intenzitású az érzelmi kapcsolatunk vele. Tehát, édesapád megkritizál? Hú, az aztán ül rendesen. Tanáraink, főnökeink később, barátaink, társunk, gyermekeink. Érzelmi kapcsolat. Ott van az érzelmi kapcsolat. Minél intenzívebb, minél erősebb ez az érzelmi kapcsolat, annál erősebb a hatása a negatív kritikának. Szerintem ez logikus. Akkor hogy lehet az, ha valaki kap egy negatív kritikát egy teljesen ismeretlen szemétől, név nélkül elküldi, te hülye vagy, és te összedőlsz. Hogy létezik ez? Úgy, hogy te az önazonosságod részévé teszed őt, és egy érzelmi kapcsolatot hozol vele létre azzal a nem létező személlyel, akivel addig soha nem találkoztál, valószínűleg nem is tudod, hogy ki az, és valószínűleg, sőt, egészen biztos, nem is fogsz róla tudni. Tehát ezt a játékot saját magadban játszod. Nagyon érdekes folyamat. De lépjünk ezen túl. Ugye már meghatároztuk, hogy kik ők a negatív kritikusok. Nincsenek céljaik, és ami nagyon lényeges, nagyon gyenge az önbizalmunk. Az önbizalmuk, az ő önbizalmuk. Ez markánsan jellemzi a negatív kritikust. Lépjünk tovább. Fontos, hogy értsük meg őket. Tehát, ha érzelemből reagálunk, és ez itt a probléma, ha érzelmi késztetés által teszünk lépéseket és reakciót egy romboló kritikára, akkor saját magunkkal foglalkozunk, és az egy ugyanolyan negatív érzelmi szituációt hoz létre, mert az egóból dolgozik. Ilyen egyszerű. Ez egy beszűkült egoista üzemmód. Abban, amiben kritikus van, és akkor, amiben te is benne leszel, abban a reakcióban, amikor válaszolsz erre a negatív kritikára érzelmi alapon. Tehát ez egy negatív tudatállapot, ami mindenképpen az együttérzés tárgya kell, hogy legyen a harag helyett. Nagyon fontos, hogy tudd, nincs okod arra, hogy rá haragudj. Látszólag beszűkült szinten van, tehát az ego szemszögéből mindenképpen van, hiszen őt támadják. De ha megvizsgálod az egész helyzetet, és be kell látnod az ok-okozat összefüggését, ez egy általános törvényszerűség, és be kell látnod azt, hogy aminek van hatása, annak van visszahatása is, pont ugyanolyan mértékben és minőségben, ahogyan az megtörtént. Nagyon fontos, hogyha negatív kritikát kapsz, ez egy ártás, az visszahat arra, aki ezt adta. Tehát éppen ezért lesz az a személy, aki a negatív kritikus, az együttérzésed tárgya. Szerintem ez ebből a szempontból nézve, legalábbis most egy ilyen könnyű pozícióból, ahol most én állok, elfogadható, mert most éppen nem vagyok egy kritizált állapotban. De ugye begyakoroltuk a kritizált állapotot, hiszen tudjuk, milyen az, amikor föl kell bennünk az a sok negatív érzelem, amely hatására utána úgy cselekszünk, ahogyan talán később meg is bánjuk. Mert a bűntudat egy cselekedet megbánása után rögtön jelentkezik, vagy csak később, amikor megtörténnek a visszahatások. De nem erről akarok én most beszélni. Nézzük meg a reakciókat. Ha érzelemmel döntesz, ha érzelem befolyása alatt vagy, és úgy cselekszel, akkor a hatás nem lesz tiszta. A visszahatás. Ugyanilyen, tehát benne maradsz abban a zárt körben, amit például a negatív kritikus megalkotott. Tehát őt viszed tovább. Valaki földobta azt a kérdést, hogyan juthatok ki a fertőzött állapotból, mert ez valóban egy tudati fertőzöttség, hogy te átveszed ugyanazt a tudatállapotot, és azt viszed tovább, lehet, hogy egy teljesen más személy felé. Sőt, általában ez történik. Ahogyan ebből kikerülhetsz, az a józanság. Mégpedig úgy, hogy be kell látnod ezt a folyamatot. Tehát a belátás alapján tudsz jól dönteni. Tehát belátod azt, hogy ha te negatívan válaszolsz egy negatív cselekedetre, akkor annak is negatív lesz a hatása, a visszahatása. Csupán ezt kell elfogadni. Ezen kell egy kicsit gondolkodnod azért, hogy begyakorold. Tehát a belátást
gyakorolni kell ahhoz, hogy majd éles helyzetben, ott és akkor, amikor kapod a jó nagy pofonokat, akkor fölmerüljön, és rögtön fölismerd a helyzet súlyosságát, és azt, hogy ebben a helyzetben nincs okod ugyanolyan minőségben dönteni, mert a visszahatást mindenképpen te is el kell, hogy szenved. Hogy lehet semlegesíteni a negatív kritikust? Például így, mond valamit neked, valami nagyon súlyosat, és te megköszönöd. Köszönöm. De finoman, nem arról. Megköszönöm, hogy miért, majd mindjárt kiderül. Köszönöm szépen. Ha be akarod őt vonni, és ez már egy magasabb szint, a negatív kritikust be szeretnéd hozni, át akarod állítani a saját oldaladra, akkor tedd föl neki ezt a kérdést. Ismerős lesz a múltkori alkalommal, már erről volt szó. Ezt hogy érted? Rögtön a konstruktivitás minősége merül fel, és bevonod őt. Na most lehetnek itt problémák ebben az esetben, tehát óvatosan kell alkalmazni a kérdést, mert lehet, hogy még nehezebb, még súlyosabb kritikát fogsz kapni erre, de ha te megmaradsz, képes vagy már csak játék kedvéért is megmaradni ebben a semleges állapotban, hogy érted ezt? Mesélj erről többet. Sőt, nagyon jó kérdés az, ha megcímzed, mit tennél az én helyemben? Nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre. Vizsgálódj. Nagyon fontos, hogy vizsgáld meg a saját kondíciódat, a saját szituációdat, és vizsgáld meg az ő szituációját. Tudom. Akkor és ott nagyon nehéz. De legalább utólag gondold végig, hogy mi történt, hogy ezt, ha gyakorlatoddá teszed, ezt a vizsgálódást, akkor a következő alkalommal már egy kicsit elhomályosul, egy picit gyengébb lesz az az intenzitás, amit fölhoz benned, az érzelem, ami egy reakcióra késztet. És ez itt a kulcs, hogy gyakoroljuk, mert az ellengyakorlat nagyon erős. Tehát az, hogy reagálsz a spontán felkelő érzelmeidre. Legyél hálás éppen ezért, ugyanis, mármint a legyél hálás a romboló kritikának, hiszen felmutatja a belső gyengeségeidet. Eredeti felismerésben lehet részed a saját belső körülményed stabilitását illetően, ugyanis a saját gyengeségeidet tudod megvizsgálni. És ez kijelöli az önfejlesztésed irányát, amely végső soron elvezethet a személyes integritáshoz, ahhoz a belső egységhez, amelynek egyeneságú következménye az erős, stabil önbizalom. Amikor egy romboló kritika már automatikusan kreatívvá válik számodra. Én ezúton szeretném megköszönni a kritikusaimnak, különösen a romboló kritikusaimnak, hogy gondoltak rám. Azt kívánom, hogy nektek is legyen részetek ilyenben minél több alkalommal, hogy a felismerést gyakorolhassátok. És köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.